Vereségre termett nép. Évezredek óta verik. Egyébre se jó, ez a sorsa. Vonul sorsába beletörődve, s talán még büszke is erre a sorsra. Nem válogat a győzelem, mindegy neki. Egyformán felemel, hamisat és igazat. Ám a vereség, tönkrejutás, megalázás jogot ad, igazat ad. A győztes igaza meghal, a vesztesnek igaza lesz. Mióta világ a világ, az nyer igazán, aki veszt. ...1948-tól a romániai magyar elit a letartóztatások és adminisztratív büntetések miatt folyamatos félelemben élt. 1949. április 5-én letartóztatták Bogdánffy Szilárdot, a szatmári római katolikus püspök titkárát, titokban felszentelt utódját. Ezzel megkezdődött a letartóztatások és bebörtönzések hosszú sora. Június 21-én lefogták Márton Áront, november 3-án Csőgör Lajos orvosprofesszort, Szász Pált, az MG vezetőjét, Kurkó Gyárfást, az MNS volt elnökét, Méliusz Józsefet, a Kolozsvári Magyar Színház igazgatóját, Balog Edgárt, a Bolyai Egyetem rektorát. 1951. augusztus 20-21-én 122 ferencest hurcoltak el egyetlen éjszaka alatt. A Mária-radnai rendházba vitték őket. Egy év múlva a politikai élet és a közélet egyéb fontos szereplőire is sor került. Letartóztatták például Luka Lászlót, vagyis Vasile Luka pénzügyminisztert, és helyettesét Jakab Sándort. Majd letartóztatták Jordáki Lajost, a Kolozsvári Színház művészeti titkárát, Demeter János jogászt, egyetemi oktatót, és Veres Pált, Kolozsvár egykori polgármesterét. Mindenek ellenére az állami propaganda azt hangoztatta, hogy mindez az osztályharc része, és Romániában a nemzetiségi kérdés megoldódott. ...1948-ig a pártállam megszerzi a hatalmat, 52 és 65 között Dézs konszolidálja ezt a rendszert, és igazából 1957 és 59 között egy szuverenitás fordulatot hajt végre, majd aztán 1965 után Ceausescu folytatja ezt a társadalom átalakítást, aminek a lényege a társadalom átrétegződése, és ebbe lehet igazából elhelyezni a magyar autonóm tartományt és a Bolyai Egyetemet is, és ehhez kapcsolódik a kollektivizálás, ami 1949 és 1962 között szintén a társadalom átrétegződését szolgálja. Ebben a keretben valójában egy pártállamról beszélünk, ami egyben azt is jelenti, hogy a kommunista párt igazából a román államépítés szolgálatába tevékenykedik. A kitűzött célokat hivatott elősegíteni az 1950-es közigazgatási reform, amely a francia típusú közigazgatási felosztás helyett a Szovjetunióhoz hasonlóan tartományokra és a rajonokra osztotta az országot. A 22 erdélyi megyéből 11 tartományt hoztak létre. Ezt követte az új alkotmány elfogadása 1952. szeptemberében, és ennek keretében szovjet nyomásra létrejött a Magyar Autonóm Tartomány.
A nemzetiségi kérdés megoldásának a kinyilvánításával a kisebbségi magyarság érdekképviseletét ellátó Magyar Népi Szövetség további működése a román államvezetés szerint okafogyottá vált, ezért 1953-ban a Magyar Autonóm Tartomány megalakítása után feloszlatták, illetve az akkori propagandaeszköztárnak megfelelően maga a szervezet jelentette be önfeloszlatását. Gheorghe Gheorghiu și tovarășii lui de la vârfurile Partidului Comunist, ale Partidului Muncitoresc Român, și-au reafirmat și în 1948 și în 1952 și ulterior faptul că problema națională, problema minorităților, a naționalităților conlocuitoare, cum se numeau atunci, cum erau numite la nivel oficial, s-a rezolvat, că problema națională nu există, mai ales după 1952-53, când a fost creată regiunea autonomă maghiară și a fost într-un fel și o justificare pentru desființarea, pentru așa zis autodizolvarea Uniunii Populare Maghiare în 1953. Iată din moment ce există regiunea autonomă maghiară, nu mai e nevoie de o uniune care să reprezinte o minoritate, o naționalitate conlocuitoare. Gheorghiu Dej Stálintól kért segítséget egy új román alkotmány kidolgozásához. Az 1951. augusztusában felállított Román Előkészítő Bizottság számára már szeptemberben kiderült, hogy Moszkva prioritása a szovjet minta szerint megszervezett magyar autonóm tartomány létrehozása. Valószínűleg nem lelkesednek az ötlet iránt. Úgy annak van, nézik Moszkvát, hogy mit akarnak, mit akar ebből kihozni. És főleg akkor lehetek nagyon gyanakvóak, amikor Moszkvában két alternatívát vázolnak fel. Az egyikben a tartományi központ Kolozsvár lenne. Erdély mondjuk egy harmadát, egy negyedét foglalná bele. A második változat pedig gyakorlatilag az, ami később megvalósult. Tehát egy sokkal kisebb, periférikusabb, egy igazi székely autonóm, székely magyar autonóm tartomány. Crearea regiunii autonome maghiare a fost resimțită de mulți români. Șocul a fost cu atât mai mare cu cât au existat și alte cereri din partea altor minorități de separare, de organizare pe regiuni după acest model. Az 1952. szeptember 24-én elfogadott alkotmányban három cikkely foglalkozott a magyar autonóm tartománnyal. A magyar autonóm tartományra vonatkozókat maga Molotov és Sztálin fogalmazta át. A Román Munkáspárt politikai bizottsága 1952. július 10-én vitatta meg az alkotmánytervezetet, amely során Gheorghiu Dej és társai passzívan elfogadták a javasolt szövegrészt. 19. cikkely. A Román Népköztársaság magyar autonóm tartománya a kompakt magyar székely lakosság által lakott területből áll, közigazgatási központja Marosvásárhelyváros. 20. cikkely. A Román Népköztársaság törvényei a magyar autonóm tartományban is érvényesek. 21. cikkely. A magyar autonóm tartomány szabályzatát a Magyar Autonóm Tartomány Néptanácsa dolgozza ki, és jóváhagyás véget a Román Népköztársaság nagy nemzetgyűlése elé terjeszti. A tartomány aranyos szék kivételével jó részt megegyezett a történelmi Székelyföld területével. 13.500 négyzetkilométeren az 1956-os népszámlálás szerint 731.381 fő élt, és a lakosság 77,3%-a magyarnak vallotta magát. Úgy a közigazgatás, mint az állambiztonsági intézmények döntő többsége magyar nemzetiségű lett, és a vezetőség többsége is magyar lett. Ugyanis alkalmazták azt a pártpolitikát, amelyik azt követelte, hogy a nemzetiségek vagy a együttélők számarányuknak megfelelően legyenek képviselve
az államigazgatásban is. Akkoriban divatba jött, hogy községek, rajonok, tartományok élére más vidékről hoztak kiválasztott vezetőket. Bugyi elvtárs igen erélyes háromszéki prefektus volt. Nem sokkal később az egész Magyar Autonóm Tartomány tanácselnökévé emelték. A párttitkár fölötte Csupor Lajos volt. Csupor és Bugyi, jól el voltunk látva nevekkel. A magyarul tudó románok csúfolódtak is ezen, aligha a nevek miatt. Sokkal inkább azért, mert Csupor Lajos is, Bugyi Pál is, harcos pártagként ugyan, hűséges magyar emberek voltak. Există, vă spun, o neîncredere între cele două etnii care vine de mai demult. Vine din anii 40, pentru maghiar vine post 1918. Fiecare își construiește neîncrederea asta. Este privită ca a doua, un fel de a doua trădare. Deci, ok, noi ne-am recuperat Transilvania și acum iarăși ne dați la unguri. Ezek az emberek ott jajgattak, vaj, vaj, árgyálul nosztru, tusnádul nosztru, jeszte csedát unguri lordin no, csepor köri, és ottan kiabált. Na és akkor kimentünk, hogy kérdezzük meg, miről van szó. És ők már hallották a rádiót, a kommunikét, és elmondták, hogy tusnádul nosztru, jeszte csedát, sibor szekul nosztru, si szovátán asztra, mindenki el van csedálva a magyaroknak, s ilyen disznóság, s olyan disznóság, s meg voltak ijedve, hogy itt Magyarország lesz. S pakolták a cuccukat, s pucoltak haza Bukarestbe, s ahova valók voltak. El kell nekik magyarázni, tehát a románoknak, hogy ez nem azt jelenti, hogy el kell onnan menekülni, mint 1940-ben. Nem fognak bejönni a magyarok. Nem lesz határ, mondjuk. El lehet menni Bukarestbe útlevél nélkül tovább is, stb. Stb. És ugyanakkor el kell magyarázni a helyi magyar lakosságnak, hogy itt szó sincs arról, hogy itt elkezdünk himnuszt énekelni, és kitesszük a magyar zászlót, és visszajön a magyar világ, mert nem jön vissza semmi magyar világ. Egyszerűen Románián belül, Románia kellős közepén létesül egy kis kocka, és az a kocka, annak az lesz a neve, Magyar Autonóm Tartomány, ami valóban kétnyelvű lesz, és egyébként is ugye azt kell elmagyarázni, hogy minden változás ellenére nem változik semmi. A keret ugyanolyan szocialista, vagy éppen sztálinista lesz, mint az ország többi része. Ami nagyon változik, az a helyi pártvezetőségének az összetétele. A tartományi pártitkár Csupor Lajos természetesen magyar, a tartományi néptanács új vezetője Bugyi Pál természetesen magyar. Az autonómia nem jelentett semmiféle önkormányzatiságot. Ugyanúgy központilag irányították a területet, mint az ország összes többi más tartományát. Az 1952-es alkotmány 21-es számú cikkelye külön statútum kidolgozását írta ugyan elő, de ennek elfogadására sosem került sor. Azért kerüli Bukarest a statútum kérdés, mint macska forrókását, mert nem szeretné senkinek eszébe jusson, hogy esetleg ebből többet is ki lehetne hozni. Hogy a Magyar Autonóm Tartományban nem érvényesek, vagy nem úgy érvényesek a szabályok és a törvények, mint az ország többi részén. Hogy itt valami speciális van. Ugye ez a probléma a MAT-tal, ez végig ott van a kettőség, hogy ez kicsit más, de teljesen ugyanolyan. Mert igazán a Magyar Autonóm Tartomány nem Bukarest akarja. És végül is az lesz az egész statútumból, hogy soha nem fogadják el. 1952-ben van erről egy vita, hogy jó lesz-e a Magyar Autonóm Tartomány vagy sem, hogy székely gettó lesz-e belőle vagy sem. Ugye sokan ettől tartok, főleg a kolozsvári magyar értelmiség, utólag már bebizonyosodott, hogy mindazok a jogosítványok, amelyek addig a romániai magyar kisebbség egészét megillették, magyar nyelv használat területén, kétnyelvűség, és a többi, az visszaszorul a Magyar Autonóm Tartomány területére. Ez valóban bekövetkezik, de ez már az 50-es éveknek a közepe második fele. A Magyar Autonóm Tartományon kívüli erdélyi tartományokban a magyarok aránya az 1956-os népszámlálás adatai szerint a következő volt. Nagyvárad 28,4%, Nagybánya 27,8%, Kolozsvár 20,5%, Sztálin tartomány, azaz Brassó 12,1%,
Temesvár 12,3%, Hunyad 6,5%. Úgy örökölte meg a Trianonban Románia Erdélynek a város szerkezetét, hogy abban csak 16% volt a román. A város kellett elfoglalni, és ez egy Trianon utáni nagy nemzeti projekt volt. A magyar autonóm tartományban, bár az iparosítás nem zajlott ugyanolyan ütemben, mint az ország más pontjain, itt is elkezdődött. Az eredetileg Erdőszentgyörgyre tervezett műtrágyakombinát végül Marosvásárhelyen épült fel, és ezzel kezdetét vette a székely főváros etnikai átalakítása is. Amikor 59-ben letették az alapot Gyógyúdés és Kivusztojka, akkor már nyilvánvaló volt, hogy a beiskolázás az egy ilyen vegyipari egységben ott lehetséges, ahol már van ilyen gyár. És ez Onest volt és Temesvár. Ha már egy ilyen nagy egység alakul, ahol 6000 munkás kell dolgozzon, a 6000 munkás mellett ott van a családjuk, tehát azt jelenti, hogy az egy ilyen 15-18-20 ezer ember. Mikor lett Vásárhely 100 000-es? Hát ugye statisztika szerint a 100 000-es város az a nagy város. És nem lehet kideríteni. 1968-ban megyeközpont lett, akkor jóval 100 000, 110 000, 120 000 lakosú volt Marosvásárhely. Az emberállomány toborzásában nagy szerepe volt az elindult kollektivizálásnak is, ugyanis a földjüktől megfosztott gazdálkodók könnyebben telepedtek át a városokba. A kötelező termelvényeket, húskvótákat nem tudták teljesíteni a tönkretett gazdaságok, a földbirtok az egy központi érték volt a falu társadalmában. A jó birtokos gazda az elismert társadalmi pozíciót is jelentett. És a terhek, az adózás és a beszolgáltatási kötelezettsége, ezeket menekültek az emberek a földtől. Nem volt már központi érték. Romániában a kollektivizálásnak 4 szakaszát különíthetjük el. 1949 és 1953 között alakultak az első közös gazdaságok. Országszerte ekkor volt a legnagyobb ellenállás az erőszakos szövetkezetesítéssel szemben. 1954-55-ben nem erőltették a kollektív gazdaságok szervezését, inkább a kevésbé kötött társulások létrehozását szorgalmazták. A következő 2 évben a kollektivizálás, mint elvárás, a politikai retorika szintjén jelent meg. Majd 1958 nyarától újra erőszakos módszerekkel láttak hozzá az egyéni gazdák mezőgazdasági szövetkezetbe kényszerítésének. A terror eszközeivel próbálták megvalósítani a kollektív gazdaságokat. Aki tehette, hogy mentesüljön ettől, hogy mérsékelje ezt a beszolgáltatási kötelezettséget, hát a birtokait igyekezett szétíratni, ha gyerekei között, ha ez nem volt lehetséges valamiért, akkor elajándékozott földparcellákat, és a nyilvántartókban igyekeztek ezt eltitkolni, a valódi birtokméreteket. Ez sosem volt egy tiszta kép a helyi, hatalom helyi képviselőinek, hogy mekkora is az összbirtok, abból mennyi legelő és mennyi kaszáló. Ha valakit kuláknak minősítettek, az súlyos társadalmi diszkriminációval járt. A gyermekei például nem vehettek részt a felsőfokú oktatásban, kirekesztették a falu életéből, magasabb adót és magasabb terményt vártak el tőle.
A falvakba érkező aktivisták és adóbeszedők nagymértékben túlteljesítették a tőlük elvárt feladatokat. Akadt köztük olyan, aki az éjszaka közepén hívatta a gazdákat, hasra fektette őket a helyi néptanács padlóján, és felszólította őket, hogy fizessék be a termést. A kisebb-nagyobb ellenállásokat erőszakba folytották, a tüntetésekre sortűzzel válaszoltak. Sok esetben gyilkosságra is sor került. Az elején voltak nyílt ellenállási formák, egész Romániában voltak kisebb-nagyobb megmozdulások. Székelyföldön 1950 őszén a volt Háromszék megye területén körülbelül 18 faluban voltak kisebb-nagyobb megmozdulások, tüntetések, utána volt, ahol betörtek az ideiglenes bizottság székházába, kérték a kollektívbe való beiratkozási íveket, azokat megsemmisítették, ütlegelték, elüldözték a pártaktivistákat. A hatalom természetesen ezt nem nézhette tétlenül, és 1950. szeptember 22-én éjszaka lecsapott ezekre a helységekre. Volt, ahol számítottak erre, harangoztak, az emberek kijöttek, kitódultak, próbálták megvédeni a falujukat. Hatalom sortűzzel válaszolt, és Maksán 2, Gidófalván 2 halálos áldozata volt ezeknek a sortüzeknek. Utána pedig összeszedték a felbújtónak tekintett kulákokat, körülbelül 150-175 személy lehetett, és elvitték őket a Dobrogyába, deportálták. 1964-ben kerülhettek vissza. Az erőszakos kollektivizálás nem hozta meg a várt eredményt, ezért az 50-es évek közepén a kollektivizálási hullám alább hagyott. A termelő eszközök és a föld kollektív tulajdonba való helyezése ellen az elkövetkező években a falusi gazdák sajátságos eszközökkel küzdöttek. A hamis adatszolgáltatás, álcázás, passzivitás, halogatás, hárítás, teljesítményvisszatartás, visszatulajdonítás, lopás néhány év alatt rendszerszintűvé vált. Mindenki vitte, mert hát azért mégse, nyilvánosan egy vallásos ember mégsem mondja csak úgy, hogy loptak. Volt, aki vitte traktorral, remorkával, volt, aki teherautóval, volt, aki szekérrel, volt, aki egy zsákba, vagy csak úgy a két kezébe, és akkor ez a hierarchitát jelentette, ki milyen pozícióban van ott a TSZ-ben. A raktárosok, azoknak volt egy ilyen szép eszközük, amit a főnökség az ő kezükbe adott. Ennek az eszköznek az volt a neve, hogy mérleg, és akkor ők mértek. És mindegyik alkalmazkodás, mindegyik a mindennapok része, és nagyon fontos az, hogy amit egy traktoros elvisz a remorkával, azzal nincs, amit ő és a család csináljon, azt a rendőrnek viszi, azt hazaviszi a kollektív elnöknek, azt beviszi a városba a nem tudom milyen ismerettségének. Tehát az elosztásnak, a kölcsönösségeknek, a lekötelezettségeknek egy olyan társadalmi rendszere alakult ki és erősödött meg, mindent behálózó, most azt mondjuk, hogy korrupció, de hát tulajdonképpen a hivatalos és az állam működtetését akadályozó egyéni és kiscsoportos érdekrendszer és kapcsolatrendszer az, ami tényleg ebben a korszakban alakult ki. A kollektivizálás miatt föld és munkanélkül maradt fiatalok tízezrei indultak el az iparosodó városok üzemeibe munkát keresni. Ennek következményeképpen lecsökkent a vidéki lakosság száma, a korösszetételt tekintve pedig a falvak egyre inkább előregettek. A vidéki társadalmat megtartó és egyben megkötő szokások fellazultak. Sokaknak elegük lesz ebből a vidéki életből, úgy gondolják, ha már fel kell adni a földet, akkor nincs értelme ott maradni. És elmennek munkásnak, bányásznak, többet is keresnek, egyszerűbbnek tűnik az élet, azt hallják, hogy ha elmegy valakinek, valaki bányásznak, esetleg kap egy lakást,
Aki a faluról bemegy városra, és a városi civilizációt, kényelmet, tömbházlakást, munkát, televízió, gyerekeknek az iskoláztatása, tehát valamilyen az azelőtti helyzetéhez képest ilyen változást tapasztal, akkor azzal eléggé meg van elégedve. 58-59-ben is kezdődött már az, aminek az a neve, hogy a fogyasztás fele fordulás. Megjelentek az első kapitalista termékek. 60-61, nájlon harisnya, füskabát, MZ motorkerék, nem kapitalista termék, de akkor is lehetett már kapni. Tehát elkezdődött valami olyan folyamat, egyrészt volt már pénzjövedelem, a családok szerkezete is kezdett városon átalakulni, a nők is munkába álltak, és ezért több pénz volt, de az illúzióknak már vége volt. Tehát különösen a 62, amikor gyorsan a kollektivizálást elintézték, tehát világos volt, hogy ez amerikaiak nem jönnek, visszaút nincs, 56-ot leverték, de azért van itten jó dolog is, azért jobban élünk egy kicsit, mint eddig. A folyamatok azok kezdtek egy kicsit olyanná is válni, hogy a mindennapi helyzetek elviselhetőbbek voltak. Az 1944-es hatalmi változás után az ország oktatásának szocialista átalakítását az 1948-ban elfogadott dekrétum tartalmazta. Az 1989-es rendszerváltásig még kétszer, 1968-ban, illetve 1978-ban hirdettek ki új oktatási törvényt. Ezek minden esetben politikai és ideológiai nyomást gyakoroltak a tanügyre. Bizonyos helyeken egyszerűen teljesen felszámolják az önálló magyar nyelv oktatási intézményeket. Ez csak az első lépés, mert amikor elkezdődik a nemzetiségi nyelvű középiskolák románosítása 1955-től, ez olyan szintre jut, hogy például 1957-58-ban gyakorlatilag magyar nyelvű, önálló magyar nyelvű tanítóképző intézet egész Romániában is. Amit nem lehet megcsinálni a Székelyföldön, mert ott a Szovjetunió létrehozott egy olyan rezervátumot, amihez nem lehet hozzányúlni. Elindulnak azok a folyamatok, amelyek a 60-as évekig, az 50-es évek végéig, 60-as évek elejéig nem érintik a Székelyföldet. Például a magyar iskolák önállóságának a megszüntetése, kétnyelvű iskolák létesítése, tehát a szakoktatásnak az elsorvasztása az első folyamat, később jönnek az elméleti liceumok is több helyen. Tehát elindul egy olyan kétnyelvűsítés, ami egyre inkább egy egynyelvűsítés a román irányba. Az első jelentősebb veszteség az 1954-re tehető. Kolozsváron a magyar nyelvű mérnökképzést a 54-es tanév végével felszámolják. Oktatnak ott továbbra is magyar mérnökök, főiskolai tanárok a mechanikai intézetbe, de már nem magyar nyelven tanítják a magyar nyelvű diákokat, hanem román nyelven. Egy évvel később a magyar nyelvű agrármérnök képzést próbálják felszámolni, első osztályt már nem indítanak. Természetesen volt néhány kirakatnak szánt, propaganda célokra is felhasználható kulturális intézmény. A magyar autonóm tartományon belül elsősorban azért hoztak létre újabb és újabb intézményeket, hogy ellensúlyozzák Kolozsvár addig betöltött centrum szerepét. Marosvásárhely rég akar magának önálló színházat, 1946-ban megkapják, Tompa Miklós megcsinálja a Székely Színházat, ami egészen 1961-ig működik, majd utána Marosvásárhelyi Állami Színházról beszélhetünk. Ez a Székely Színház az egész MAT-nak a kulturális igényeit próbálja kiszolgálni. A tartomány másik színháza 1948-tól Sepsiszentgyörgyön játszott. 1950-ben jött létre a Marosvásárhelyi Állami Filharmonikus Zenekar 40 taggal, ez 1958-ra a duplájára bővült.
A Magyar Autonóm Tartomány magyar nyelvű napilapját, a Vörös Zászlót 1952-ben hozták Marosvásárhelyre. Csupor volt az, aki intézkedett arról, hogy ez az évtárs vagy az az évtárs most elmegy Brassóba, felpakolja az égvilágon mindent annál a lapnál, hogy Vörös Zászló, a szerkesztőket is felülteti a teherautókra, és holnaptól itt Vásárhelyen szerkesztik a Magyar Autonóm Tartomány Néptanácsának a napilapját, a Vörös Zászló, csak akkor itt szerkesztették. Jöttek. Máshol is ugyanez lehetett, hogy akkor kérem, hát itt alakul egy új szerkezet, tessék jönni és beállni és dolgozni. Még a közelmúltban is a Flekken városának tartott, ahol szellemi igényekkel keveset törődnek. Ami évtizedekig, sőt évszázadokig csak a legjobbak álma volt, ma a népi demokrácia vívmányai között kézzelfogható valósággá vált. Marosvásárhely, a Magyar Autonóm Tartomány székhelye, ma az ország egyik jelentős kulturális központja. Ott vannak a 20-as, 30-as években született értelmiségiek, mint Sütő András, Hajdú Zoltán, Hajdú Győző, Gálfalvi Zsolt, említhetjük itt a kolozsvári Földes Lászlót is, akik már kisebbségiként születnek, abban a hitben válnak felnőtté, és kezdik el a pályafutásukat a különböző művelődési intézményekben, hogy a romániai magyar kisebbség egyetlen útja arra, hogy önérvényesítő lehessen az, hogyha beintegrálódik asszimiláció mentesen a romániai struktúrákba. De ugyanakkor próbálják ezt, legalábbis ők ezt úgy élik meg, a romániai magyarság érdekében kamatoztatni. Az erdélyi magyar elit körében a legnagyobb felháborodást a Kolozsvárt megszüntetett irodalmi almanak szerkesztőségi berendezésének 1952 őszén történt Marosvásárhelyre való szállítása váltotta ki Hajdú Győző szervezésében. Amikor az Igaz Szó megalakulásáról beszélünk Marosvásárhelyen, akkor nem kerülhetjük meg ezt a rivalizálás problémát, amelyik Kolozsvár és Marosvásárhely között, illetve hát a Kolozsvár és a Magyar Autonóm Tartomány intézményei közt létrejött, hiszen lényegében egy centrum áthelyezésének a kísérletéről is beszélhetünk. Ez a kolozsvári írók részéről ellenérzésekbe ütközött, bojkottról is beszéltek a korszakban, tehát hogy tartózkodjanak az itteni írók, a kolozsvári írók az Igaz Szóban való közléstől. Az Igaz Szót jogfolytonosságban a Kolozsváron működő irodalmi almanak utódjaként hozták létre. Erről is vannak történetek, ahogyan az irodalmi almanak vagyontárgyait kipakolják a szerkesztőségből, és egy teherautón elviszik Marosvásárhelyre, és ez egyfajta agresszióként élték meg a kolozsvári érintettek. Hozzátartozik egy másik dolog, a Hajdú Győző alapító főszerkesztő alkata, aki egy ilyen nagyon összeférhetetlen, agresszív, opportunista figurának tűnik a visszaemlékezésekben. A rendszeres jelentésekben, amelyeket a pártvezetéshez címez, maga a főszerkesztő marasztalja el az írókat, amiatt, hogy a megkövetelt ideológia nem tükröződik elég híven. Az Igaz Szóban közölt elbeszélések a hazai magyar prózának az általános betegségét tükrözik. Ez a betegség részben az apolitizmusban jelentkezik, másrészt pedig a múlt felé fordulásban. Az Igaz Szó novellái és költészeti anyaga egészében nem tükrözi hitelesen az osztályharc jelenlegi szakaszának döntő kérdéseit. Ebből következik, hogy az Igaz Szó jelenlegi olvasmányanyagának társadalmi nevelő ereje gyenge. A kulturális intézményrendszernek a kiépítéséhez nem csak az irodalmi lap áthozatala tartozott. Színházak, múzeumok működtek a Magyar Autonóm Tartományban, amelyek esetenként igazi műhely szerepet láttak el, és fontos kutatások helyszínei voltak.
1950-től létrejönnek a rajoni múzeumok, és egyébként is Székelyföldön már a két világháború között a közlődési mozgalmaknak és az örökségesítési mozgalmaknak a kulcsa ezekben a múzeumokban található. Kulcskérdés a Székely Nemzeti Múzeum, ami Sepsiszentgyörgyön működik. Mintaértékű a múzeum szervezete, kitűnő tudósok és tudományszervezők voltak a vezetők. Ugye itt van egy rendkívüli életpálya, Székely Zoltánné, aki 1947-től a múzeum igazgatója, és 1994-ig folyamatosan ő vezeti a múzeumot. Ugyanebbe a múzeumi körhöz tartozik, és a Székely Nemzeti Múzeumhoz kapcsolódik, tegyük föl Molnár István, aki Székely Keresztúron a Unitárius Gimnázium gyűjteményéből csinál múzeumot, de ugyanide lehetne sorolni Tarisznyást Mártont, aki 56-tól 1980-ig vezeti a Gyergyószentmiklósi, tényleg egy szinte raktárhelyiségből létrehozott múzeumot, vagy Ferenci Gézát, aki 54-től 73-ig ő vezeti a Székelyudvarhelyi Múzeumot. Szintén a helyi kulturális hagyományápolás intézményesítésére, a kultúrházak munkájának koordinálására állították fel 1955-ben a Népi Alkotások Házát, majd 1957-ben a Székely Népi Együttest. Paradox módon éppen 56 után, vagy az 56-os forradalomra adott reakcióként a párt ráerősít néhány dologra, és létrehoz néhány intézményt. A legfontosabb egyértelműen szerintem legalább a Népi Együttes. És azért nagyon fontos, mert ott fejeződik ki a leginkább ez a kulturális kettősség. Tehát, hogy miközben van egy román hatalmi szerkezet, amiben működni kell, és ahogy mondtam már, nagyon fegyelmezetten működnek ezek az aktorok, a szerkezeten belül próbálnak kialakítani maguknak egy kis játszóteret. Tehát mindaz, ami nem tilos, az engedélyezett, és beemeljük egy új magyar kánonba, ami természetesen baloldali. És Petőfi, Kossuth, bármi szolgál, tehát bármi lehet baloldali, bármi lehet progresszív, amiről azt mondhatjuk, hogy segítette a népek barátságát, a haza felemelkedését, stb. Az, ami legitimálta még a származás mellett, a tiszta lappal indulás mellett ennek a társaságnak a felemelkedését, az a népszolgálat eszmére történő hivatkozás. A Magyar Autonóm Tartomány esetében ez érdekes módon még kiegészül egyfajta nemzetiségi hivatkozási alappal is, hiszen a Magyar Autonóm Tartomány legitimálásában, vagy a nemzeti gondolatra való visszautalás fontos volt. És ennek megvannak az előzményei a két világháború között, a népi mozgalomban és egyéb részben baloldali mozgalmakban. A magyar autonóm tartományon kívüli kulturális élet a nagyvárosokban az előző évtizedek hagyományaiból tudott táplálkozni. Bár elindultak az erős homogenizálási folyamatok, sok városban az idősebb generációk által képviselt kulturális élet még működőképes volt. A Maton kívüli kulturális élet, akár Nagyváradon, akár Temesváron, akár Aradon, alapvetően attól függött, hogy kik hogyan tudták érvényesíteni a helyi hagyományokat. Ez városonként különböző szigorúságú ideológiáról beszélhetünk. Temesváron is az 50-es években egy sokkal jobb hangulat uralkodott, sokkal több mindent lehetett megcsinálni. Ez a nemzetiségi helyzet egyszer így, egyszer úgy nyelvhasználati állapota jellemezte abban az időszakban, amíg magyar többségű Nagyváradot vagy Szatmár németit is, de igazából a magyar élet a dél-erdélyi városokban, a Zsírvölgyében kezdett visszaszorulni. Nem igaz ez Brassóra vagy Medgyesre, aminek a magyar közösség élete ekkor a szocialista keretek között működött.
A román kommunista rendszer kapcsolata a római katolikus egyházzal és elsősorban Márton Áron püspökkel fontos jelenség a magyar autonóm tartomány történetében. Az 1930-as román népszámlálás szerint ugyanis a történelmi Székelyföldön összesen közel 300 ezer a római katolikust tartottak számon, míg a református egyházhoz 215 ezeren, az unitárius egyházhoz 45 ezeren, a görög katolikus egyházhoz 100 ezeren és az ortodox egyházhoz ennél jóval kevesebben, körülbelül 50 ezeren tartoztak. Politica față de culte este similară cu politica față de culte din Uniunea Sovietică. Este destul de restrictivă, dar mai laxă decât în interbelic. Este o diferență destul de mare între politica față de culte minoritare și politica față de culte majoritare, față de Biserica Ortodoxă, de exemplu. Dar și în cadrul cultelor minoritare există diferențe. Catolicii au o ușurime în a face opoziție pentru că au un centru extern care, mai mult sau mai puțin, are grijă de ei. Și atunci, existând un centru extern la care ei se raportează, statul foarte puțin îi poate controla. În schimb, cultele protestante clasice nu au un centru extern. Centrul lor este în România. 1945 után az egyházak kapcsolata az új rendszerhez kiemelt politikai kérdéssé vált. A szovjet mintára alkotott 1948-as vallásügyi törvény nem csak javaiktól, intézményeiktől fosztotta meg az egyházakat, hanem szigorúan szabályozta az államhoz való viszonyukat, és soha nem tapasztalt alárendeltségbe kényszerítette az elismert felekezeteket is. 1948 után főleg, tehát ezt követően hangsúlyosan, az egyházak és a kommunista rendszer között létezett egy etnikai jellegű és egy ideológiai jellegű ellentét. A helyi társadalom szintjén Erdélyben egyedül a római katolikus egyház intézményhálózata maradt független, amelyet a pártállamnak nem sikerült integrálnia, és amely még mindig óriási tömegeket volt képes mozgósítani. A közművelődési és a szabadidős kulturális fogyasztás jó részt összekapcsolódott az egyház ellenes propagandával. Az egyházak befolyásának a visszaszorítása érdekében az állami propaganda érdekeit szolgáló kulturális eseményeket hoztak létre, amelyeken kötelező volt a részvétel. Az új hatalom különösképpen a MATON belül egy új párhuzamos szerkezetet próbál létrehozni a helyi társadalmon belül is, az egyházakkal szemben. A hagyományos falusi társadalmon belül megjelennek a különböző aktivitások, megjelenik a mozi, megjelenik a színjátszókör, megjelennek a különböző kultúrversenyek, a tanárok és tanítók kultúrmunkásként is működnek ezekben a falvakban. Azokat a gyermekeket, akik is vallásórákra járnak, azokat az iskolában megfenyítik, vagy olyan programokat szerveznek az iskolákban, amelyeknek a segítségével meg tudják akadályozni azt, hogy a gyermekek részt vegyenek a vallásórákon. De ugyanakkor vannak forrásaink arra vonatkozóan, hogy a szülők igényelték a vallásórákat, és sokszor ők azok, akik hatékonyabb hitoktatást követelnek, mert ugye azzal, hogy a lelkészek megtartották a vallásórákat, sokszor kockázatot vállaltak. Az állam ugye arra törekedett, hogy a vallásos élet, a hitélet az kimondottan a templomba kerüljön be, és lehetőleg az csak az Isten tiszteletek tartására korlátozódjék. Az ortodox egyház és a legtöbb protestáns felekezetek könnyen integrálódtak az új rendszerbe. Vezetőiket a kommunista állam elismerte, lelkészeinek szűk, de többnyire betartott működési keretet biztosított, híveit is ritkán zaklatta. Egészen másképp alakult a katolikus egyházzal való viszony. Li se cere tuturor cultelor să depună un așa numit statut de credință. Se depun și sunt acceptate sau nu. În cazul romano-catolicilor nu sunt acceptate și atunci romano-catolicii rămân așa într-un fel de, americanii spun limbo, într-un fel de purgatoriu. Nici așa, nici așa, nici acceptați, nici neacceptați. Sunt legali. Deci sunt recunoscuți prin lege. Cazul Martor Aron este cazul cel mai interesant și care merită
o discuție pentru că a fost cel mai vizat, poate, de urmărirea securității. Sunt zeci de dosare de urmărire informativă care ni s-au păstrat. Regimul se temea foarte tare de influența lui, nu doar în eparhia, în dieceza de Alba Iulia, ci și în întreaga Transilvanie. A 40-es évek végén letartóztatott és elítélt püspököt 1955-ben szabadlábra helyezték. A felügyelete és megfigyelése példásan volt megszervezve, egyébként is a római katolikus papság mintegy negyedét sikerült beszervezni a békepapsági mozgalomba. Márton Áron szabadonbocsátása után ezt a szervezkedést teljesen felszámolta az egyházon belül. Összehívja lelki gyakorlatra a papságot, és nem csak a megtévedt papokkal rendkívül szigorú, hanem a Vatikánhoz hű papoktól is megköveteli azt, hogy vessenek véget a szakadásnak, és hogy innentől fogva az a békepap, aki megbánja a vétkeit, az arra nem lehet többé ujjal mutogatni. Tehát gyakorlatilag ezzel a gesztusával megszünteti azt a választóvonalat, amelyet a hatalom nagy igyekezettel ásott az ő börtönévei alatt. A hatalom szinte maga tehetetlen azzal az össznépi reakcióval, amelyet Márton Áron Birma útjai keltenek. A legnevezetesebbre 1957-ben kerül sor, ezt követően Márton Áron házi őrizetbe kerül. Maradjatok hűek a valláshoz, és ne hagyjátok magatokat befolyásolni a rádió, az újságok és a konferenciák hamis propagandájától, a katolikusok tiszta emberekkel, hogy legyenek, és aki nem képes erre, jobb, ha azonnal kilép az egyházból. Amikor meg elrendelik a házi őrizetét, akkor nyilván a hatalom számára Márton Áron ellenőrzése, ha úgy tetszik, akkor még egyszerűbb lesz. Márton Áron mégis ott a totális ellenőrzés közepette is valamiféle autonómiát meg tudott őrizni, és úgy tudta irányítani az egyházát nyilván folyamatos harcban és folyamatos penge élen, hogy igazából a hatalomnak az akarata nem érvényesült, vagy nagyon nehezen érvényesült. Az egyházi struktúrák önállóságát leépítő politika az 1956-os forradalom után éri el a csúcspontját, amikor az államhatalom már nem tesz különbséget a katolikus és protestáns egyházak között, hanem a büntetések egyformán sújtják az egyházakat. Számtalan lelkész, teológiai hallgató lesz börtönre ítélve, és elkezdődik az egyházak masszív behálózása a titkos szolgálatok részéről. Ezzel a protestáns egyházakat állami ellenőrzés alatt tartják, a római katolikus egyház szigetszerűen megtűrt intézményrendszerként működik. Az, hogy olyan embereket sikerült megfélemlíteni, akik komoly pozíciókat töltöttek be az 1956-ot követően van. Ugye 1956 az Erdélyben is rokon szenved generált, az egyházvezetés szintjén is. Ez volt egy ok, aminek kapcsán aztán embereket tudott megzsarolni.
Sztálin halála után évtizedes távlatban a román államépítésben folyamatos nemzetiesítéssel, a nemzetállami érdekek folyamatos intézményesítésével kellett számolni. Ez azonban nem járt desztalinizációs enyhüléssel, mert Gyorgyu Dezs úgy érvelt, hogy a személyi kultuszt képviselő politikusokat ő már kiiktatta. Ennek ellenére nagyon is érzékelhető volt az elégedetlenség a magyar autonóm tartományon belül és azon kívül is. Gyorgyu Dezs az egész Sztálin halála utáni bizonytalanságot és a reformkeresést azzal oldotta meg, hogy mi megcsináltunk mindent 52-ben. Tehát mi 1952-ben kizártuk a rosszakat, győztek a jók, és elindultunk a jó úton, tehát megelőztük a szovjeteket. A szovjetek csak utánunk jönnek, tehát nekünk semmiben nem kell változnunk, mert mi így vagyunk szuperek, tökéletesek. Na most az erdély magyarok, akik viszont az a réteg, akinek voltak hírei Magyarországról, ezt nem igazán így látta. Sokan azt gondolják, és ott van a fejekben, ezt tagadhatatlan, hogyha megváltozik a főhatalom Magyarországon, ha történik egy hatalomváltozás, és sikerül elzavarni a kommunista hatalmat, akkor esetleg az Erdély kérdés is felmerülhet. Mert az egy ez egy nem megoldott probléma. Azért ne feledjük el, hogy a II. Világháborútól akkor csak 10 év telt el. Most a Szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik. Budapest. A tegnapi tüntetések során Budapest utcáin összetűzésekre kerül sor a tüntetők és a rendfenntartó közegek között. Jelentették hivatalosan az éjfél utáni órákban. A budapesti közlés szerint az összetűzéseknek emberáldozatai vannak. A jelentés közelebbről nem jelöli meg, hogy csupán sebesülések, avagy halálesetek is történtek. Október 24-ére a marosvásárhelyi értelmiséget, az írók, a szerkesztőket és a kultúrával foglalkozó pártaktivistákat a pártbizottsághoz hívták össze egy megbeszélésre. A megbeszélés közepén Hajdú Győző volt az, aki felvetette a magyar ügyet. Ő egyből azt mondta, hogy Magyarországon a reakció ellenforradalmat robbantott ki, és azt le kell törni, mert az munkásosztály elleni megnyilvánulás. A többiek sokkal óvatosabbak voltak. Sütő András például azt mondta, hogy lehet, hogy egy népi mozgalom, és ő megvárja a központi bíróság bizottság hivatalos állásfoglalását, és azt fogja követni. Az utólagos kutatások azt mutatják, hogy némelyek közülük valószínűsíthetően például Gálfa Vizsolt, vagy akár Sütő is nyomás hatására lényegében enyhébb zsarolások folytán írták alá ezt a nyilatkozatot. A magyarországi forradalmat a Kossuth Rádión keresztül Erdélyből folyamatosan követték. Gyorgyu Dezs jugoszláviai látogatása miatt hivatalos állásfoglalásra csak 25-én kerül sor, amikor is ellenforradalomnak minősítik a budapesti eseményeket. A Román Munkáspárt politikai bürója október 24-én lezáratta az országhatárokat, a belügyi és államvédelmi szerveket készenlétbe helyezte, az egyetemi központokat külön felügyelet alá helyezte, és megbízottakat küldött a kritikus tartományokba. Ezek voltak Kolozsvár, Nagyvárad, Nagybánya, Temesvár és Marosvásárhely. Miron Constantinescu Kolozsvárra, Fazekas János pedig Marosvásárhelyre utazott. Az a tény, hogy például egy Fazekas János, aki az 50-es években Bukarestben ő volt a legfőbb magyar potentát, és ő volt a magyar ügyeknek a kezelője, és ebben ő volt nagyon fiatalon már Gyorgyu Dezs bizalmasa, leutazik Marosvásárhelyre, végigjárja 2 hétig a Székelyföldet, ahogy mondja egy későbbi interjúban, gumicsizmában, ott a sárban, és mindenkinek elmagyarázza, hogy az Isten szerelmére ne csináljatok semmit. Mert ő tudja, hogy a belügyminisztériumban már készülnek a listák azokról, akiket adott esetben le kell tartóztatni. Kovács Mihály, a Securitate parancsnoka október 30-án egy részletes jelentést küldött a belügyminiszternek az autonóm tartományban lévő helyzetről. Hát elsően említette a reakciós román elemek
akik közé volt rendőrtisztek, katonatisztek, legionáriusok tartoztak, szervezkedését kiemelte a magyar lakosságnak az általános Magyarország felé orientálódását. Hogy az ifjúság, az egyetemisták és a középiskolások tartományszerte kiáltványokat fogalmaznak meg, és követelik a tudományos szocializmus és az orosz nyelv tanításának a kivételét a programból. És még azt is odaírta, hogy volt, ahol a román nyelv kivételét is kérték. A magyar autonóm tartományon kívül sokkal bonyolultabb volt a helyzet. A temesvári és a kolozsvári egyetemeken már a nyár folyamán külön diákszervezeteket hoztak létre. A kolozsvári Ion Andreescu képzőművészeti főiskolán október 24-én diákszövetségi közgyűlést tartottak, ahol román és magyar diákok szólaltak fel mindkét nyelven. Még a gyűlés alatt a Securitate alakulatai körülvették az épületet, másnap a három szervezőt letartóztatták, kettejüket el is ítélték. November 1-én több diákcsoport a Házsongárdi temetőben történelmi személyiségek sírjánál megemlékezést tartott, ezzel egyben a forradalom halottairól is megemlékeztek, és kifejezték szolidaritásukat Magyarországgal. Az egyetemi ifjúság próbálta valamilyen formában kinyilvánítani az együttérzését. Halottak napja közelettével, már amikor már a harcok lecsendesedtek és le is álltak, akkor előtérbe került a halottakról való emlékezés. Nagyon sokan fekete szalagot viseltek a kabátjukon, a ruhájukon, az órákon volt egy-egy ilyen pillanatnyi felállás és emlékezés az elhunytakra. November 1-én, amikor elkövetkezett a halottak napja, akkor a temetőbe való kimenetelnek a híre az szétfutott a diákság körébe, és nem csak a Bolyai Egyetemen, hanem a teológusok között, a képzőművészeti főiskolások között és mások, máshonnan is sokan jöttek ki a temetőbe azért, hogy valamelyik, akármelyik sírnál gyertyát gyűjtsenek és egy szálvirágot letegyenek a forradalomban elesettek emlékére. A Román Munkáspárt kolozsvári küldötte Miron Constantinescu, miután észlelte a kolozsvári diákság forrongását, az egyetemi pártszervezet gyűlésén bírálta Gál Ernő prorektort liberális magatartásáért, és őt tette felelőssé az események alakulásáért. Végül az egyetem tanári kara november 4-én ítélte el a magyarországi forradalmat, és adott ki a Román Munkáspárt melletti hűségnyilatkozatot. Magyarországi ugye, forradalom váratlanul érte a román pártszerveket, államhatalmat is. És gyakorlatilag a lakosságot is. A magyar szervezkedések azok később, amikor már késő volt, akkor kezdődtek, és rendszerint hamar le is kapcsolták őket. A nagy letartóztatási hullám 1958 és 59-ben volt, akkorra már a besugó hálózaton révén elég adatot tudtak gyűjteni olyan személyek ellen, akik nekük gyanús volt, de nem volt kézben bizonyítékuk. Szinte egyformán oszlott meg az értelmiségiek aránya, a kisiparosok és a munkások aránya és a mezőgazdasági dolgozóké. Az 1956-ban létrejövő romániai magyar illegális diákszervezetek a nemzeti azonosságtudat megőrzését, a kisebbségi sérelmek összegyűjtését, a közösségi érdekek megfogalmazását tartották feladatuknak. A Dávid Gyula által összeállított adattár a politikai ítéletek nyomán 60 ilyen csoportot nevezett meg. Ezek közül a legfontosabbak
A Székely Ifjak Társasága Sepsiszentgyörgyön volt Mikó kollégisták, akik 1957-ben és a rákövetkező évben a helyi 1848-as emlékművet is megkoszorúzták. Az Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége, amely Brassó mellett Erdővidékre és Homorod mentére terjedt ki, 1957. március 15-én Fehéregyházán koszorúztak, és a kisebbségi panaszokat akarták összegyűjteni. A marosvásárhelyi és szászrégeni diákokból álló Fekete Kéz iskolavédő mozgalom, amely röpcédulázott és az iskolák egyesítése ellen akart tiltakozni. A szabadságra vágyó ifjak szervezete, amely a magyar forradalom megsegítésére jött létre Nagyváradon, és Biharra, Érmellékre, Szatmára terjedt ki. Az utóbbi ügy kapcsán több mint 400 szemét hurcoltak meg. A négy legnagyobb csoportból összesen 174, döntően 30 év alatti fiatalt ítéltek el. Látszólag meglepő, hogy a megtorlás az milyen súlyos következményekkel jár. Körülbelül 30 ezer ember börtönöznek be Romániában politikai vétség miatt. Ez a politikai vétség ez egy nagyon széles spektrumot takar, mert a tiltott határátlépéstől a beszéltem valakivel a kocsmában, és elejtettem egy rossz szót a politikai vezetőről, ez már egy akár 10 évvel büntethető politikai vétség. A megtorlás az egyrészt minden jogi keretet felülír, ezek a perek, ezek néha 80-90%-ban koncepciós perek, ami azt jelenti, hogy a tényállás az gyakorlatilag nem létezik. Tehát van egy elképesztően vékony tényállás, és erre ráépül egy egész, hát egy 10 emeletes koncepció. Másrészt az ítéletek elképesztően súlyosak. Tehát az tényleg ebben a korszakban csak Romániában fordulhat elő, hogy gyakorlatilag semmilyen vétségért az 58-59-es perek során egy teológus, vagy egy fiatal, vagy egy diák simán kaphat 10-15-20 évet, gyakorlatilag tökéletesen a semmiért.1957. októberében 290 ezer embert, Románia felnőtt lakosságának 2%-át figyelték meg az állambiztonsági szervek. Mindezt 12-13 ezer ügynökkel fették le. Majd ez a szám 1961-re 43 ezerre, 1963-ra 80 ezerre, 1967-re 110 ezerre nőtt. A nemzetiségi arányokat tekintve a kutatások szerint a magyarok másfélszeresen voltak felülreprezentálva az elítéltek között. Az 56-os megtorlásnak az elején nincs etnikai színezete, tehát kerülnek be a börtönökbe magyarok, zsidók, románok, és a legtöbb, aki a börtönbe kerül, egyértelműen román nemzetiségű. De mégis azt könnyen láthatjuk, hogy a legsúlyosabb per, ugye a szoboszlai per, ami során ugye 10 embert ítélnek halálra, és ki is végeznek. 1958. szeptember 1-én a 10 halálra ítéltből 9 magyar. A legsúlyosabb perek, tehát kivégzésekkel végződő perek, mind magyar jellegű perek. Nem azért ítélnek el embereket halomra, mert ezek az emberek csináltak valamit. Senki azok közül, akiket elítélnek 56 után, nem veszélyezteti komolyan és konkrétan a román kommunista rendszer fennállását. Senki. A célja az, hogy
mutassa az egész társadalomnak, hogy itt ezek a keretek most rögzülnek, valóban akkor rögzülnek nagyon kemények, és ez vár a börtön, a halál, a Duna-delta, a kényszermunka, a kitelepítés, stb. Stb. Ez vár azokra, akik ezeket a kereteket meg fogják szegni. 1959. februárjában az Előrében egy cikk jelent meg arról, hogy a Bolyai Egyetem ki van téve a nacionalista befolyásolásnak. Pár nap múlva a Romániai Diákegyesületek konferenciáján Gheorghiu Dej a nacionalizmus terjedésére és a nemzeti elszigetelődés veszélyeire hívta fel a figyelmet. Oktatás ügyben a nemzetek egyesítésére kell törekednünk, hogy az iskola előkészítse azt, ami az életben megvalósul. Arra kell törekedni, hogy minden nemzetiség gyermekei egységes iskolában együtt tanuljanak. Február 27 és március 1 között összehívnak egy ilyen idézőjelbe egyesülési gyűlést. Jelen van személyesen Nikolaj Ceausescu is, aki akkor már az egyik erős ember a pártnak. Voltak tragikus és megalázó jelenetek. Tehát például, amikor szerencsétlen Szabédi László elkezd magyarázkodni, hogy hát Petr Gróza hozta létre 1945-ben az egyetemet, ez akkor abban a pillanatban milyen jó dolog volt, erre Ceausescu ráförmed és lehordja a sárga földig. És Balog Edgárt szintén, tehát vannak ilyen megalázó pillanatok, és akkor március 1-en az utolsó ilyen gyűlésen, idézőben egyesülési gyűlésen, ugye kor szokáshoz híven nyilvános önkritikát kell gyakoroljanak. Most az érzékeny lelkű, szerencsétlen Szabédi ezt a megaláztatást nem tudta feldolgozni, mint közismert véget vetett az életének. Mint álmomban, a síneken játszottam, és jött a vonat, dermedten állok. Engedem, hogy elgázoljanak. Sikoltanék, de csak hangtalan ráng a szám. Látom a fejem legurulni a töltés oldalán. Acest moment, 1959, se produce pe fondul restrângerii drepturilor minorității maghiare ca urmare a suspiciunilor Bucureștiului, ale lui Gheorghiu Dej și ale elitei din jurul lui, ca urmare a Revoluției Maghiare și a impactului, a undei de șoc care a fost simțită și la București. Chestiunea maghiară devine după noiembrie-decembrie 1956 o chestiune de securitate națională pentru regimul Gheorghiu Dej, care a văzut cum opoziția se concentrează în mediile universitare, în mediile studențești. Amikor ez a március 1-i utolsó ilyen idézőben egyesülési gyűlés véget ért, Bukarestben elkezdődnek a tárgyalások, hogy konkrétan mely tantárgyakat lehet ezen a közös egyetemen magyar nyelven oktatni. Takács, aki folyamatosan részt vesz a bukaresti tárgyalásokon, kezdetben abban a hiszemben él, hogy hát tulajdonképpen egyesül a két egyetem, de valójában minden tantárgyat ugyanúgy továbbra is magyar nyelven lehet majd oktatni, mint az önálló egyetemen volt addig. És menet közben folyamatosan derül ki, hogy egyre kevesebb és kevesebb tantárgyról van szó. Olyan szűkőre szorítják vissza, amire eredetileg Takács és az egyetem többi vezetője nem számított. Hangsúlyozom, még ezt lehet őket naívnak vagy baleknak nevezni, de a lényeg, hogy gyakorlatilag az ideológiai tantárgyakon, a magyar nyelv és irodalom törtem és néhány tantárgyon kívül teljes egészében felszámolják a magyar nyelvi oktatást. 1960. decemberében Bukarest elérkezettnek látta az időt a Magyar Autonóm Tartomány által képviselt sztálini nemzetiségpolitikai modellkeret megszüntetésére. A Magyar Autonóm Tartomány utolsó évében a helyi hatóságok irataiból kiderül, hogy a központi szervek küldöttei már csak a parancsok leosztása véget érkeztek Marosvásárhelyre. A kezdeményezőbb kedvű káderek eltávolítása után a helyi apparátus már csak a központi szervek helyi kiszolgálójává vált. Kezdetben csak átalakították Maros Magyar Autonóm Tartományát, úgyhogy jelentős román többségű területeket csatoltak hozzá, később 68-ban a megyésítés alkalmával teljesen megszüntették.
A változások első jele az volt, hogy a cenzúra megtiltotta a Székelyföld elnevezés használatát egy a Magyar Autonóm Tartomány bemutató monografikus munkában. 1958-ban megírják a Monográfia nevezetű művet, ami a Magyar Autonóm Tartomány gazdasági történeti fejlődése, és ami nem jelenhet meg, mert abban állandóan a történeti Székelyföldre hivatkoznak, és akkor már 1958-ban a cenzúra ezt már nem tűrte, és mi az, hogy Székelyföld, itt nem Székelyföldről van szó, itt a szocialista Romániának egy tartományáról van szó. Ceausescu személyesen jön 1960. december valahányadikán, és azt mondja, hogy már pedig egy hét alatt át kell szervezni, át kell adni azokat a rajonokat Brassóba, át kell venni ezeket a rajonokat, igen, és tessék tudomásul venni, hogy ez most már utasítás, és ne tessék kommentálni, és akkor mindenki tudta, hogy meg vannak számlálva egyrészt a szerkezetnek az órái, másrészt pedig a pozíciók és a karrierek nagyon gyorsan átalakulnak. Csupor Lajost 61-ben egy fiatal román káder, Bánk Josif váltja, aki kitűnően tudott magyarul, de nem akart megszólalni. Ő hajtja végre például a párton belül a nyelvi románosítást, tehát az, hogy gyűléseken nem szólalunk már fel magyarul. Azzal a feladattal érkezik, és azt hajtja végre, hogy megszüntesse ennek a tartománynak a speciálisan magyar vonatkozásait. Sem a Szovjetunió, sem Magyarország a Magyar Autonóm Tartomány átalakításába, majd megszüntetésébe nem szólt bele, ugyanis Románia az 56-os forradalom alkalmával jól teljesített a szószoros értelmében is. Ennek következtében Gyorgyu Dezs elérte azt, hogy a szovjet hadsereg alakulatait kivonták Romániából, és a Román Munkáspárt vezetősége elkezdhette a román államnacionalizmus ideológiájára alapozott diktatúra kiépítését. Az 1956 után hatalomra került Kádár Jánost 1958-ban 8 napos hivatalos látogatásra fogadták Romániában. Ez a látogatás egy erődemonstrációja volt a bukaresti vezetőségnek. A vendégek nyilvánosan több alkalommal kijelentették, hogy Erdély ügyét lezártnak tekintik. Az utolsó ilyen beszédet a Magyar Autonóm Tartomány fővárosában, Marosvásárhelyen Kálai Gyula államminiszter mondta el. Megmondjuk világosan, nekünk semmiféle területi igényünk nincs. Azt tartjuk, hogy Magyarországnak van éppen elég földje és népe, hogy azon testvéri egyetértésben a szomszédnépekkel felépítse a maga szocialista hazáját. Mi eddig is tudtuk és nagyra értékeltük, most személyesen is tapasztalhattuk, hogy a Román Népköztársaságban megvalósult a nemzetiségek jogegyenlősége a politikai, a gazdasági és a kulturális élet minden területén. Amikor 1959 végén átalakítják ugye a Magyar Autonóm Tartomány, Maros Magyar Autonóm Tartományá, hát legalábbis a bukaresti követségi jelentésében úgy tűnik, hogy erre, ennek a jelentőségére nem figyelnek föl. Viszont 1960-as közepén, ha jól emlékszem, 66-ban már készül olyan részletes statisztika, ahol összehasonlítják azt, hogy a különböző vezető pozíciókban a Magyar Autonóm Tartomány, illetve a Maros Magyar Autonóm Tartomány idején hány pozíciót töltöttek be magyarok és hányat románok. Tehát ekkor már felfigyelnek arra Budapesten, hogy néhány év alatt nagyon brutális románosítás történik ebben a tartományban. Ne feledjük el, hogy 1962 az az év, amikor az Orvos és Gyógyszerészeti Intézet, ami addig kizárólag magyar tannyelvű, egy nagyon ravasz húzással románosítják. És hát látszik az, hogy egyre több pontos információ jut el Budapestre, iskolahelyzet, nyelvhasználat, és a többi, és egyre inkább odafigyelnek erre a problémára. A Maros Magyar Autonóm Tartomány felszámolása 1968-ban már az úgynevezett aranykorszak kezdetét jelzi. Ugyanis 1965-ben elhunyt Gyorgye Gyorgyu Dezs, halála után a párt élére pedig Nikolaj Ceausescu került.
Ezzel új korszak kezdődik a romániai magyar kisebbség 100 éves történetében. Vannak vidékek, ahol az ének kiment a szokásból. Ha van is élet, azt hihetnétek, mindenki gyászol. Pedig csak védett helyen az ének, valahol mélyen szunnyad a lélek legjobban féltett gyönge csücskében. Vannak vidékek, ahol a népek csöndben, az ágak jelekkel élnek. Beszélni félnek, viharra várnak.